Közzétették a végleges álláshely betöltését lehetővé tevő tanári vizsga eredményeit. A végleges pedagógusi álláshely elfoglalásához legalább hetes, a helyettesítő tanári állás betöltéséhez legalább ötös osztályzatra volt szükség. Az idei újdonság, hogy ezeket a dolgozatokat is digitálisan javították. Országszerte mintegy 31 ezer pedagógus vett részt a közoktatásban meghirdetett tanári állásokra kiírt versenyvizsgán. A vizsgázóknak az írásbeli és a gyakorlati vizsgán is egyaránt legalább hetes osztályzatot kellett elérniük. A helyettesítő állás betöltéséhez legalább ötös átlag kellett. Országszerte a vizsgázóknak körülbelül 40%-a érte el a hetes átlagot. Maros megyében 1000-nél több pedagógus jelentkezett a versenyvizsgára, csak nem 170-en azonban meg sem jelentek, számolt be híradónknak Antal Levente, Maros megyei főtanfelügyelő helyettes. A vizsgán résztvevő tanárok kevesebb, mint fele szerezte meg az állás elfoglalásához szükséges minimális jegyet. Maros megyében 421 hetes feletti, 375 ötös és hetes közötti jegy volt, a többi pedig nem érte el az ötös osztályzatot. A legmagasabb osztályzat 990 volt. Ezen országos versenyen először fordult elő, hogy a dolgozatokat digitális módon javították ki, ugyanúgy, mint az országos értékelés a nyolcadikosok vizsgáján, illetve az érettségi esetében is. Az iskolai tanfelügyelőségek 2024. augusztus 1-e és 6-a között nyilvános üléseken szervezik meg a meghirdetett tanári állások elosztását, ez a pedagógusok átlagosztályzatának csökkenő sorrendjében történik. Antal Levente hangsúlyozta, idén nagy meglepetésre volt olyan pozitív példa is, hogy egy frissen végzett tanár nagy jegyet kapott, és már első nekifutásra kapott állást. Egyébként a napokban zajlott a pedagógusok véglegesítő vizsgája is, amelyre országszerte 8400-an jelentkeztek. A vizsga letételével a tanár elindulhat felfelé a szakmai ranglétrán.